VT Speedrun harmadik nemzet, vagy harmadik rész, vagy ki hogy szeretné igazából nevezni. De annyi a lényeg, hogy meglett a Barak 2, majd mindjárt kifejtem, hogy milyen is volt, mennyi idő volt, stb. Tudom, hogy a tierlistezős videót várják nagyon sokan, amúgy el is fog jönni szerintem, vagy ma megcsináljuk, vagy megcsinálom, de legkésőbb holnap, tehát hétvégéig mindenféleképpen kijön, de valószínűleg a mai nap ez opcionális lesz. Méghozzá, hogy végvédelmeket fogjuk igazából kielemezni, melyik a jó, melyik a szar, stb. Szokás szerint tierlistezős végvédelmes. Utána igazából jön a repülő kisebb, vagy a tank, majd eldöntjük, de ennyi lesz a lényege, hogy a következő epizód az biztos, hogy légvédelem lesz. Na de akkor, Kefir, Canard, hogy lett meg, és igazából milyen egyszerű vele speedrunolni, hogy csináltam. Először is ugye ez egy hirtelen jött gondolat volt az egész, mivel csak úgy random nyitottam egy TV tankot ládából, tudjátok az orosz Panther, ami most 6.0 lett, viszont én nem szeretem az ilyen bólogatós BR-eket, meg ugye a BR-rendszer nem is létezik, tehát ami nem top tier az igazából nem létezik, mert úgy ott játszol, ahol kéne. De ez is más téma. És ugye alapból kellett egy AIM-9M-es repülő, hogy tudjam tartani ugye a metát, meg tényleg azért csasba is elég jó cucc, ugye 16 C-vel majdnem egyenértékű. Nyilván az jobban manőverező légi harcba, de azért a Barak 2 is azért eléggé túl van boostolt az összes többi F-16, tehát ennek is egy Arcade Flight modellje van nagyon. Szóval kurva jó gép. És ugye nyitottam a tévét, néztem, nincs lárazva a Kefir, mondom baszki, amit kéne csinálni, de annyira fölbasztak már tényleg az, hogy mondják, hogy a F-16 szar, AIM-9M szar, stb. Ugye fórumon is folyamatosan visítottak, meg remektek. Na mondom, akkor úgyis opcionális, van Gaijin coinom is, eladtam a tévét. Mondom, szarok bele, megveszem, 10 Gaijint belepótoltam, és igazából így, úgymond idézőjelben 10 euró volt a Kefir Canard. És alapból ugye nekem van Mirage 2000-em, meg Mirage 3-aztam is egy kicsit, meg egy pár Delta szárnyúval már repültem, szóval nagyjából tudtam, hogy mire számítsak, viszont amúgy, amit meg kell jegyezni, hogy én pozitívan csalódtam benne. Nem annyira, mint a Su 25T-ben nyilván, de amúgy meglepően kellemes volt vele a grindolás, meg a speedrun is, mert ebből egy kurva jó kis gép, tehát tényleg ezt mondom, hogy hát teljes árat amúgy nem, de fél alatt biztos, hogy megér, ha annál kevesebb, akkor meg ugye nem kérdés, nem kell gondolkodni, le kell tolni a Gaijin száján a bankkártyát úgy, hogy a seggükön jön ki, már amúgy ez egy kibaszott jó repülő. És higgyétek el, gyorsabban szerintem nem lehettek semmilyen nemzetnél rank 4-be, tehát itt lesznek a leghamarabb rank 4-be, ugyanis mert rank 4-től kezdődik a tech tree. Tehát nem kell neked a ilyen reserve szarokat is igazából kihúzni, meg rank 1, rank 2, rank 3-at, hanem egyből rank 4-be kezdesz, utána 5, és akkor így végig rank 8-ig. Tehát igazából megspóroltál úgymond 3 tiert, mondjuk hívjuk így, hogy tier, tök mindegy, és még hamarabb ki lesz véve. Ugye ez nekem, hát 2 nap volt a grind, de a harmadik nap igazából úgymond lett a vásárlásgombra kattintva, idézőjelbe, szóval akkor nem mondjuk azt, hogy 2 nap alatt kihúztam, legyen 3 nap, és akkor mindenki megnyugszik, mert hogy Isten, 2 nap alatt kihúztam a tech trade, 70 ezer gól, mit tudom én, meg ilyen majd vergődések lesznek, de amúgy nagyon hamar lehetett vele haladni, ugye a francia volt a leghosszabb, a japán ugye az 3-4-5 nap volt, nem emlékszek már, de valahogy így, ugye ez nyilván kevesebb repülő, rank 4-be kezdesz, tehát evidens, hogy még hamarabb kész leszel vele. Ugye milyen taktika kell vele, meg milyen loadout. Tehát amint látjátok, igazából ez rajta maradt még, nem mindig használtam. Mert itt vannak nekem összerakva. Ez csak ilyen teszt, ezt igazából le kell szarni a gecibe, ki is törlöm, hogy ne zavarjon be senkit. Tehát van ugye 3 loadoutunk, van egy ilyen ultra chad loadout, amikor stealth-lőszerbe kihedonozod a lószart is belőlük. 2400 ammo ebbe a kettőbe, plusz ugye 200 valamennyi a 30-as defákba. Jó cucc, vicces, plusz 2 AIM-9G, elég jó, lehető az a rádiós távmérő idézőjelbe, ami radarként funkcionál, lehet ki lesz lévelni, jó pofa dolog, 18G-t húz, elég vicces dolgokat tud csinálni, főleg ugye, hogy most buffolták.
Ez a bomba mennyiség elég egy bázisnak a kibombázásához, utána szintén van még két AIM-9G-d, és lehet lenyomatni. A taktika az volt, hogy bemegyek egy bázisra, kibombázom, rámegyek két Su-25-re vagy A-10-re, általában ez valamelyik a kettő közül biztos, hogy volt ellened, utána dogfightolok egy kettőt, vagy egyet, tök mindegy, utána meg visszamegyek rearmolni. Megint kidobok egy bázist, akkor ugye általában az A-10-ek meg a Su-25-ek lepotyogtak már, F-5-ök maradtak, vagy MiG-21-ek, azokat, egy-egy rakéta, tehát ilyen három killt amúgy össze lehetett szedni, de kettőt minimum, plusz egy vagy két bázist. Tehát egy bázist az 8000 XP-vel, 8900 XP-vel számold pontosabban dobásonként. Tehát két bázist kidobsz, az már 17000 XP majdnem. És ugye erre még rájön az időalapú szorzó, rájön még ugye azok a killek, amiket dogfightba szerzel, vagy esetleg AI-kat ölsz. Tehát egy jó meccsből olyan 58000 és 45000 XP között lehet hozni. Nyilván akkor 100%-os skill bónusz, vagy cash bónusz, ki hogy hívja, tök mindegy. De meg lehetett vele csinálni. A átlag meccsek igazából az olyan, tényleg egy bázis, két kill, és az olyan 28 és ilyen 35000 XP amúgy, ami túlnyomó részt jönni fog, de ugye akkor nagyon hamar vége is van és ki tudsz menni a másik csatába, ezért sokkal gyorsabban tudod pörgetni azt a 35000 XP-t, mint hogy bennmaradnál igazából egy 20 perces meccsbe, és akkor kapnál mondjuk 50000-et. És akkor lehet, hogy 20 perc alatt kihúzol mondjuk 140000 XP-t így. Na mindegy. És amúgy tényleg egy nagyon jó gép, megbocsájtó, kezdőbarát. Jó, nyilván nem azt mondom, hogy most vegyél 5-ös szinten izét kefir kanadot, és akkor menj ott izé nyomorékoskodni, mert leszel tékázva a faszba. De amúgy egy nagyon jó gép, potens gép, jó dogfightra, jó bombázni. Nyilván ugye az a betegség, hogy az összes többi delta szárnyúnak, tehát ez nem újdonság. Ez egy boostolt Mirage 5 igazából, tehát ja. De erős az engine-ed, jók az AIM-9G-k, van rajta bomba, van rajta, hát hogyha szimózni akarsz, meg rádiós felmérő, AIM-9G-t tudsz lévelni vele, nem rossz amúgy. Tehát én azt mondom, hogy ezt amúgy bátran merem ajánlani mindenkinek ezt a gépet, nem fogja megbánni, F16 Barak 2, szintén az egyik legjobb F16, szerintem tökéletes választás amúgy, főleg ugye majd jönni fog ugye a F15, Izraelnek van F15-e, Izraelnek is van F-15-e, inkább így mondom. Igazából úgymond egy ilyen félig amerikai taktikát ki tudsz unlockolni pár nap alatt, ahelyett, hogy végighúzod az egész amerikai taktikát, és akkor majd ott vergődni a sok agyhalott skillisú nyomorékkal. Szóval, ja, tehát ez egy gyorsabb út a top tierhez, mint a japán vagy a francia, főleg ugye majd az amerikai top tierhez, F-15, stb. Én igazából pont ezért is húztam ki, mert eléggé meta lesz. Biztos, hogy nagyon fasza lesz, és igazából így megvan a lehetőség az, hogy ha majd bejön egy olyan cucc, ami nekem tetszik, nem nulláról kell kezdjem, hanem csak hopp, kihúzok egy gépet, vagy max 2-t, és akkor ott az F-15, és akkor kész. De ugyanez japánnál is, hogy az F-2, hú, jó, nem az F-2, várom. És igazából ennyi is volt az egésznek a lényege, elmondtam a véleményemet, tapasztalatomat, a taktikát, hogy én hogy csináltam. Az, hogy most téged ez mennyibe befolyásolt abba, hogy megveszed-e vagy sem. Mirage F1-et is valaki megvette, hiába mondtam, hogy szar, aztán meg most remeg, mert tényleg szar, rájött ő is, hú, de újdonság. Na mindegy, de remélhetőleg igazából kedvet kaptatok a Kefir Canardhoz. Ezután tényleg jó cucc, amúgy lesz Barak 2, ilyen null gerinccel, szóval... Ja, fasza lesz. Pá!
but you know what you're here for. Close your eyes, lay yourself beside me. Oh, hold tight for this ride. We don't need no protection. Open your head, take a glass. Don't be scared, I'm right here. Even though you don't roll, trust me girl, you wanna be high for this. Take it all, you want it all. Cause I know what you're feeling.